Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Nagykunsági Krónika című közéleti magazinműsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kovács Sándor megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk a magyar kultúráról, hiszen önnek is nagyon sok gondolat kavargott most a fejében az ünnepi műsor kapcsán, de mi az a legfontosabb, ami a magyar kultúrát jelenti önnek? Hát azt jelenti a magyar kultúra, amik vagyunk. Az egymás közötti kommunikációt, hogy ki tudjuk fejezni azokat a gondolatokat, amik a fejünkben vannak. Meg tudjuk fogalmazni, ez a magyar nyelv, ez a magyar kultúrának az alapja. Az a hagyomány, az a történelem, aminek részesei vagyunk, ami meghatározza azt, hogy milyen emberek vagyunk, milyen emberek közössége, milyen nemzet vagyunk, ez a magyar kultúra, ez a mi kultúránk. És hát ezek nélkül nem lennénk igazából semmik. Nyelv nélkül, hagyomány nélkül, a régi szokások ismerete nélkül, a versek, a dalok nélkül, a regények, könyvek nélkül, igazából semmik nem lennénk. Talán olyan állatok, mint akik legelnek a hortobágyon. És hát azt gondolom, aki majd végignézi a televízióban a műsort, az láthatja, hogy Karcag azért nagyon sok műben szerepel, megjelenik versekben, különböző novellákban, regényekben, tehát azt gondolom, hogy az elmúlt évszázadokban is fontos volt Karcag azoknak, akik a kultúrát alkották. Így van. Itt a Alföldnek ez a része, a Nagykunság, benne Karcag, egy különleges vidék, egy különleges térsége a Kárpát-medencének, de azt gondolom, hogy a világnak is. Hiszen az itt élő emberek gondolkodása, világlátása, csavaros esze szerintem különlegessé teszi. Ezért voltak mindig, akár évszázadok ezelőtt is az utazók, akik ide jöttek, rácsodálkoztak erre a vidékre, rácsodálkoztak az itteni emberek gondolkodásmódjára, és talán most is így van. Látszott a diákok felkészültsége, látszott a kitüntetetteknek az életpályája. Én azt gondolom, és biztos, hogy nem elfogultság, amit mondok, ez egy különleges helye, Karcag egy különleges helye, és a Nagykunság egy különleges helye a világnak, és hogyha nem lenne, akkor az egész világ lenne sokkal szegényebb, és örülök annak, hogy ennek a kultúrának, ennek a térségnek én is részese lehetek. És hát azt gondolom, mind a ketten elmondhatjuk, hogy Karcag mindkettőnknek a szíve csücske. Így van, úgyhogy itt a püspök úr mondta itt a vallásos dolgokat, és hát a Jóisten kegyelméből ide születtünk. Úgyhogy lehet, hogy másnak egy kicsit poros, egy kicsit lapos, de mi ezt szeretjük, és így szeretjük. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Csányi Nagy Julian, a Kiskocsosi Tagintézmény pedagógusa, Karcagváros Kultúrájáért díjat kapott. Először is szeretnék ehhez önnek gratulálni. Köszönöm szépen! Nagyon meghatódottam, még a méltatást olvasták önről, és azért hallottuk, hogy nagyon sokat köszönhet az énekkar is, de mellett azért a könyvtárosi dolgokról, sok-sok olyan dologról esett szó, ami azt gondolom, hogy önnek mindig is kedves volt. Mit jelent most ez a díj az ön számára, hiszen meghatódottan vette át? Hát nagyon örülök neki. Örülök neki, hogy a iskolavezetés érdemesnek tartotta arra, hogy felterjeszten erre a díjra. Egyébként meg egész életemben csak a munkámat csináltam, végeztem, amit nagyon szeretek. Énekkart azt a pedagógiai munkámból kiemelném, mert nagyon szeretek vezényelni, meg nagyon szeretek a gyerekekkel énekelni. Sok gyerekkel sokat közösen énekelni. Hát azt gondolom, hogy mi is hallottuk már több alkalommal az énekart énekelni, hogy szépen is énekelnek. Azért több évtizede van a pályán, tudja a kezdetet a Kiskocsoson is, hogy most hova jutott az iskola, látja a különbséget. Gondolom, hogy jó érzés Kiskocsoson tanítani. Jó érzés. Én ott kezdtem a pedagógus pályát, és ebben a tanévben, a tanév végén szeretnék nyugdíjba menni. Tehát ez volt az egyetlen egy iskola, ahol tanítottam. Akkor azt kívánom, hogy jöjjön el ez a tanév, és az unokákhoz pedig erőt kívánok önnek, és jó egészséget! Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kovács Lászlónéval beszélgetünk, aki a Kiskolcsosi Tagintézményben dolgozott, ugyanúgy, mint Csányi Julika, Csányiné Julika, de hát ön már elkezdhette a nyugdíjas éveket, azt gondolom, hogy sok-sok olyan év van ön mögött, ami nagyon emlékezetes. Mit jelent most ez a miniszteri elismerés az ön számára? Nagyon jól esett. Végül is, amikor az ember befejezi ennyi év után a pedagógusi pályafutását, akkor minden elismerés, akár a szülőktől, akár a kollégáktól, akár az igazgatónőtől, akár a tankerülettől, nagyon jó esély. Hát azt gondolom, hogy tanítónőként sokkal nagyobb a felelőssége, én azt, legalábbis azt gondolom, hiszen meg kell tanítani azokat a pici gyerekeket írni, olvasni, és elindítani őket arra, hogy sok-sok mindent be tudjanak fogadni, tehát egy ilyen pótanyuk a szerepet is, főleg ott a Kiskolcsosi iskolában, ahol azért egy zártabb közösség van, mindenki ismer mindenkit. Jól látom, én ezt hiszen én is dolgoztam ott. Igen. Végül is én harmadik negyedikes voltam 40 évig, amíg dolgoztam, de ennek ellenére mégis úgy érzem, hogy nagyon sokszor voltam pótmama és pótanyuka. A mi kicsikéink viszonylag egy zárt közösségben élnek, ennek ellenére igénylik azt, hogy az ember ismerje és szeresse őket. És már most ennyi év elteltével olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van, akinek az anyukáját, apukáját is tanítottuk, nem is egy, sőt három generációs családunk is van, akit tanítottam. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és nagyon jól esik, és amikor elköszöntünk egymástól, akkor az ilyen kedves emlékeket gyakran felidéztük. Szeptember 1-én reggel milyen érzés volt? Majdnem úgy jártam, mint Móra Ferenc a szeptemberi csengetésnél, úgy bújtam mindenhová, csak a csengő szót ne halljam, mert hogy a Szent Pál iskola közelében lakunk, és a szeptemberi első csengőt is hallottam. Nem esett jó. Nem esett jó. De hát tudom, hogy visszajön az iskolába, nem felejtettél a volt diákokat, kollégákat. Én jó egészséget kívánok önnek, és még egyszer gratulálok az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm. Ferencéné Valga Jelikóval beszélgetünk, aki szintén a Kiskolcsosi iskolában tanított több évtizedig, és szeptemberben önnek is nem volt már becsengetés, ha jól tudom. Először szeretnék ehhez a díjhoz gratulálni, és hát láttam, hogy nagyon meghatódottan vette át. Igen, mindenképpen, hát jellemző, hogy én mindenen meghatódok, de ez azért volt leginkább, mert nagyon-nagyon jól esett. Azért ennyi év munkája után azért ez hálás dolog, hogy ilyen nagy elismerést kapunk. Még egyszer gratulálok hozzá, és picit térünk akkor vissza a szeptemberi becsengetésre, hiszen Kovácsné Katikát is erről kérdeztem, hogy mit érzett a elsőjén. Hát én elsőjén kimentem, tehát én nem is tudom, hogy lettem volna, ha nem tudok az iskolában lenni. Végignéztem az évnyitót, végignéztem az aranyos szemű kis elsősöket, akik, ha nem jöttem volna nyugdíjba, akkor az én tanítványaim lettek volna, és nagyon ilyen szorongással, nem is tudom, mivel teli voltam ott, és akkor ahhoz képest is minden héten kimegyek, megnézem a volt tanítványokat, kartársakat, nagyon-nagyon hiányoznak. És hát azt gondolom, hogy itt, ahogy Katika is mondta, hogy már több generációt tanítottak, és hát elsősként meg azért még nagyobb volt a felelősség, hiszen ön találkozott az óvodából érkező gyerekekkel, tehát most ha csúnyán szeretnék fogalmazni, és elnézést kérek érte, akkor vagy ön szeretette meg velük az iskolát, vagy örökre nem szerettek iskolába járni, de hát azért az első változat volt a jellemző. Így van, mindenképpen. Tehát igazából megszerettettük az iskolát, holott féltünk tőle, hogy majd gondok lesznek, de nagyon szerettek a gyerekek iskolába járni. Akkor én még azt kérem, hogy sokáig járjunk és nosztalgiázunk egy kicsit az iskolában, és hát a nyugdíjas évekhez pedig erőt, egészséget kívánok, és még egyszer gratulálok a miniszteri elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm, igyekszem. Először szeretnék Kolostyák Nyula előadó művészúrnak gratulálni, ha... kitüntetéshez. Nagyon hatódott pedig azért, mert nem ez az első díja. Karcag Város Önkormányzatától kaphattam egy ilyen díjat, ez mindenféleképpen megható. Ugye, amit a közművelődésért, a magyar kultúráért, vagy a városi kultúráért tettem, és én úgy gondolom, hogy a magyar kultúra szoros része az a magyar nótázás is, és a gasztronómiai kultúra, ugye, ami köré csoportosul az én tevékenységem, az, hogy magyar nótázok, rendezvényeket szervezek, és ugye itt a Karcagi Birkafőző Fesztivál, amiről mindenféleképpen említést kell, hogy tegyek, hiszen egy nagyon, nagyon sikeres rendezvény, amit elindítottam, és ezt szerintem ebbe a díjba ez is benne volt. És akkor ilyenkor az ember azért még büszkébb, hogy a szülővárosa ismeri el, hiszen azért a szakma már önnek megadta azokat a díjakat, meg versenyeket nyert. Ez más rangsort jelent most az ön számára?
Hát természetesen, hát ugye mindig a legnehezebb a hazai pálya. Itthon, hogyha föllépünk a helyi művelődési központba, akkor mindig itthon a legnehezebb énekelni. Ez ugyanúgy az van, hogy tényleg a karcogi képviselőtestület úgy gondolta, hogy ez az ember mégis megérdemli ezt a díjat. Hát ez nagyon megható, és köszönöm a testület összes tagjának az, hogy gondolt rám, és ezt az elismerést átvehettem, hiszen nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Itt az előbb már nyugdíjban lévő pedagógusokkal is beszélgettem, de azért önnek addig még azért van idő jócskán, gondolom, hogy tervei is vannak. Mi az, ami művészi pályáján még úgy érzi, hogy még szeretne valami olyat elérni, megvalósítani, amit eddig valami miatt nem sikerült? Hát mindenféleképpen a magyar nótának az istápolás az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Igaz, hogy jó úton halad. Láthatjuk, hogy Hungarikum lett a magyar nóta. Beindították a Duna Televízión a Jó ebédre szól a nótát, tehát közszolgálati televízióban ismét jelen van ez a szórakoztató zenének, ez az ága, és ennek nagyon örülök, hiszen én úgy gondolom, hogy az én saját munkásságom is valahol benne van ebben, hiszen az, hogy Hungarikum lett, abban is több ember dolgozott, hogy felterjeszt a Hungarikum bizottság elé, és akkor azt át kellett vinni valahol, hogy figyeljenek oda, hogy ez azért nagyon komoly érték a hazánkba, és ezt mindenféleképpen vinni kell tovább, képviselni kell tovább, és én ezt nagyon szívesen teszem, és úgymond töretlenül. De akkor most, ha mondhatjuk azt, akkor ezzel elégedett, hogy ez sikerült megvalósítani, és akkor majd jönnek a különböző tervek, amihez én jó egészséget kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm. Gál Andrásnak először is szeretnénk gratulálni ez a miniszteri elismeréshez, hiszen a pedagógus szolgálati emlékérmet kapta meg. Köszönöm szépen. December óta elkezdte a nyugdíjas éveket, amit azért nagyon várt. Mennyiben változott meg az élete? Nosztalgiázik, még bebejár az óvodába, vagy inkább úgy gondolta, hogy azt most lezártam, és van számomra egy másik korszak? Igen, nosztalgiázom, mert még ott van a csoportom, akit kis csoportba, középsőbe vezettem, és bejárok hozzájuk időnként. Együtt volt a karácsonyi ünnepségünk is, és nagyon hiányoznak a gyerekek. A Facebookon is követem, hogy mi történik a csoportba. A óvónénikkel is beszélek minden sűrűn. Ha megyek az unokámhoz az óvodába, akkor mindig bemegyek hozzájuk, és mindig nagy-nagy szeretettel, örömmel fogadnak, és elmondják a kis gondjukat, bajukat, meg hogy mennyire örülnek, hogy találkoztunk. De azt gondolom, hogy ennyi év után azért nem is egyszerű elszakadni attól a közösségtől. Mit jelentett önnek ez az elismerés? Nagyon örültem neki, nem számítottam rá, és megkaptam a évpedagógusa díjat is, annak is nagyon-nagyon örültem, és az unokáim is büszkék rá, mert mindig, ha jön hozzánk vendég, akkor az unokáink előveszik ezeket a díjakat, és akkor megmutatják mindenkinek. Én azt kívánom, hogy még sokáig tudjon az unokái körében jó egészségben együtt lenni, hiszen azért én is látom a közösségi oldalon, hogy azért ők is nőnek, és azért a nagy irányra jobban szükségük van, és jó egészséget kívánok ehhez. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretnénk gratulálni Gyulaini Nagy Zsuzsannának, aki a kultúrája díjat kapta. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon meghatódott, amikor hallgatta saját magáról a méltatást. Sok olyan dolgot elmondtak őről, amit mi is tudtunk, hiszen mi is ott voltunk azokon a rendezvényeken. Mit jelentett most ez a díj önnek? Igen, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Én úgy gondolom, hogy én egy munkaközösséget képviselek, a testnevelés-gyógytestnevelés munkaközösséget, és kicsit ez a díj, ez mindannyiunké. Tehát ez nem csak az én díjam, hanem ennek a munkaközösségnek a díja is, és ezt most én vehettem át mindannyiunk nevében. És hát hétfőtől ugyanúgy folytatódnak a dolgos hétköznapok, ott lesznek a kisovisok. Milyen csoportja van, mit kell róluk tudni a Táncsis 19-ben? Igen. Nagy csoportunk van most a kis kolléganőmmel, nagyon aranyos gyerekek, a Söni csoportosok, és tényleg már most iskolába mennek, nagyon készülnek az iskolára, és nagy szeretettel szoktak bennünket fogadni, hogyha megyünk hozzájuk. Én azt kívánom, hogy sok-sok sikerben legyen még része, hiszen azért még nagyon sokat kell dolgozni, hogy nyugdíjban menjen, de önt is már vesz, örömmel teszi. Igen. Igyekszem az elkövetkezendő időszakban is ugyanúgy folytatni a munkámat, mind a csoportban, mind pedig a munkaközösség vezetését folytatni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Egy gyönyörű díjat tart a kezében Lévainé Kovács Róza, a Karcevel sportjai díjat, amiért azért azt gondolom, hogy egy kis testedzés is, hiszen itt viccelődtünk vele, hogy azért ennek súlya van, de azért súlya van annak az elmúlt több évtizedes tájfutói eredménynek is, amit ön elért. Meghatottan vette át a díjat. Mit jelent most ez az ön számára?
45 év. 45 évet futottam tájfutóként, és egy kellemes elismerés a várostól. Örülök annak, hogy saját közösségem elismeri azt, amit teszek évek, évtizedek óta. Emlékszik még a legelső versenyére, hiszen az iszonyú régen volt, de hogy egyáltalán hogy lett tájfutó? Igen, éppen mondtam a gratulációk közben egykori testnevelő tanárnőmnek, Sós Gézelnének, hogyha egy Oscar-díj átadáson lennénk, és utána köszönő beszédet kéne mondani, akkor többek között őt is megemlítettem volna. 8. voltam 1972-ben, ki lehet számolni, nagyon régen, amikor bejött testnevelés órára tanárnő, és kérdezte, hogy a hétvégén ki ér rá, lesz egy verseny. Hát én benne voltam mindenben, kézilabdáztam, atlétizáltam, sok minden sportot kipróbáltam, és akkor jelentkeztem egyből. Fogalmam sem volt még akkor, hogy mire jelentkezem, és akkor utána elmondta a tanárnő, hogy hova kell menni, mit kell csinálni. Ez volt egy márciusi időpontban, és arra a reggelre, szombat reggelre leesett a hó. Ez Sándor naptájéka volt. És akkor felkeltem, hó van, mondom apukámnak, hogy jó van, akkor nem megyek, hát ilyen időben biztos nincs verseny. És akkor apukám azt mondta, nagy bölcsen, hogy lányom, ha valamit elvállaltál, akkor kutya kötelességed azt teljesíteni, még akkor is, hogyha hó van. Jó, akkor fogtam utcai cipőben, kicsit melegítősen, kimentem a sportpályára, és akkor kiderült, hogy mégiscsak van verseny. Én azt hittem, hogy ilyen időben nem tartanak verseny. És ez volt az életem első versenye, mellesleg meg is nyertem, és hát nyilván ez motivált abban, hogy aztán folytassam. Utána Várkúton volt a következő fordulója ennek a városi versenynek. Lévai Sándor sógorom volt akkor ennek az egésznek a mozgatója, és itt indult el a pályafutásom. Igen, és hát az edző is családban maradt, hiszen a férje Kálmán az edző is. Én azt gondolom, hogy nagyon jó párost alkotnak a sport terén is, és egymást is húzzák mindig a versenyeken, viszik előbbre. Igen, van egyfajta kis finom harc, hogy most akkor ki, hogy teljesít, de edzéseken is azért, ha egyikünk egy kicsit fáradtabb, akkor a másik lendíti túl, hogy na, még egy kört hajtsunk, menjünk, minél jobb legyen a teljesítmény, mérjük minden edzésen a körök részidejét, és akkor utána nézzük, hogy na most hogy teljesítettünk az el. Tehát ez így mindenképpen jó. Én kitartást kívánok még, és jó egészséget a sok-sok versenyhez, ami még önök előtt áll. Köszönöm szépen, március első hétvégén kezdődik a szezon, úgyhogy igyekszem majd a díjnak megfelelően teljesíteni. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Először is szeretnénk gratulálni Csinátné Bakó Éva Erzsébetnek a Karcagváros Kultúrája díjhoz. Köszönöm szépen. Meghatottan vette át ezt a díjat, számított rá? Nem számítottam rá, és valóban küzdködtem a sírással, az örömkönnyekkel. Fiával érkezett ide a díjátadóra. Én azt láttam, hogy nem egy sorban ültek ugyan, de nagyon büszkén nézte az anyukáját. Igen, valóban így van. Mit jelent önnek a pedagógus pálya, hiszen azért évtizedek óta ezen a pályán van? Mindig pedagógus szerettem volna lenni. Szabó Lászlóné Magdika néni volt az elsős tanítónénim, és már első osztályban elhatároztam, hogy én kisgyerekeket szeretnék tanítani, és hál' Istennek a jó tanulmányi eredményem következtében fölvettek a debreceni tanítóképzőbe, elvégeztem, és utána ide kerültem Karcagra, és itt valóban kisgyerekeket taníthattam. Azért a méltatásban elhangzott, hogy nem ragadt le, már bocsánat ezért a szóért, de nem ragadt le, hiszen képezte magát, sok-sok olyan új dolgot megtanult, és haladt a korral, a 21. század újdonságaiba is belevágott. Igen,
mindig érdekeltek az új kihívások, azok mindig motiváltak engem, és szerettem ezeknek eleget tenni, és hogyha volt lehetőség erre, akkor ezt megléptem. A másik szívügyem volt a minőségfejlesztés, nagyon szerettem ezt a témát, egy nagyon száraz témának tűnik ez, de amikor az ember tanulja, egyre jobban önmagát motiválja, hogy még többet megtanuljon erről a dologról, és ezt is nagyon-nagyon szívesen csináltam, tanultam, és tehát mai napig az iskolában még mindig foglalkozom vele. És hát azért most is a Györfi István általános iskolában kezdett, most már az Györfi István katolikus általános iskola, Magdi néni is ott volt, Hajdan, mind a kettőnknek ő volt az első tanítónénje, tehát azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy ugyanoda megy vissza az ember, ahol végzett. Igen, ez egy nagyon-nagyon nagy eredmény volt, hogy én oda vissza tudtam jutni, ugyanis 10 évig a Kovács Mihály általános iskolában tanítottam, drága Kulcsár Pali bácsinál és Kádárné Icike néninél, ők voltak a vezetőim, és 10 év után Pánti Ildikó néni szólt, hogy van egy megüresedett álláshely, és felvesz, hogyha pályázom. Pályáztam és átkerültem. És hogy miért is ragaszkodtam, nem csak azért, mert diákként oda jártam, hanem ott is voltam gyakorlós. Legszebb hónapjaimat ott töltöttem, akkor ott a Györfi István iskolában, és aztán sikerült átkerülnöm, és azóta ott vagyok. Én még azt kívánom, hogy akkor sok-sok új dolgot tanuljon meg, és taníthasson meg a kis elsős másodikosainak. Köszönöm szépen, most jelenleg 3. osztályt tanítok. Olyan sok dolgot már nem tudok megtanulni, mert 2 év múlva nyugdíjba megyek, úgyhogy addig még megpróbálok, amit kell, vagy amilyen kihívások elé kerülök, biztos, hogy belevágok azokba is. Jó, erőt, egészséget kívánunk ehhez, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. Szeretettel gratulálok Gálnóczi Ferencnek, a Szent Tanai Középiskola pedagógusának a Város Kultúrája díjért. Köszönöm szépen. Itt azért hallottuk, hogy nem egyenes út volt Karcagig a pedagógus pályája, de már most azért régóta Karcagon dolgozik. Beilleszkedett már Karcagra, hiszen azért tudjuk, hogy a családot is itt alapított, de milyen érzés volt itt ezzel, például osztak önnek, hogy Matyó és Kunok, tehát ezt ön érezte, amikor idejött? Még most is érzem. Egy nagyon erős közösségből jöttem, Mezőkövesd egy zárt közösség, egy zárt kultúra, és egy ugyanilyenbe csöppentem bele, tehát ez is egy nagyon zárt kultúra, és lehet, hogy én mindig mezőkövesdi leszek a szívem mélyén, de nagyon örülök, hogy Karcagra kerültem. És nem tudom, ezek szerint befogadott ez a közösség, örülök neki, ha így van. Mit jelentett ez a díj? Egy óriási megtiszteltetés, ez lehet, hogy elcsépeltnek hangzik, de valóban az, tehát megtisztelve érzem magam. És hát ahogy elmondtam a színpadon is, biztatásnak érzem. Önnek azért pedagógusként más jelent a magyar kultúra, hiszen tanítja pedagógusként is ezt. Mi az, amit a diákjainak a magyar kultúra napján esetleg elmondott, vagy legfontosabbnak tart, hogy tudjanak róla, azon kívül, hogy Kölcsey és himnusz, azon túl mi az, amit még fontosnak tart számukra? Ez nagyon nehéz kérdés. Én semmi másról nem beszélek, csak a magyar kultúráról egész életemben. Tehát ebben élünk benne. Ahogy a püspök úr mondta itt az ünnepi beszédben, nekem nagyon-nagyon tetszett, ahogy fogalmazott, hogy belélegezzük a világot, és kilélegezzük a mi kultúránkat. Ez szerintem is így működik. Tehát akiben vannak érzelmek, az ezt teszi, hogy a magyarként a magyar kultúrát lélegzi ki. De én azt kívánom, hogy legyen még sok-sok sikerélménye a tanítványaival, és sok olyan értéket tanítson meg nekik, amely része a magyar kultúrának. Köszönöm szépen, igyekezni fogok. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Szepesi Tiborral beszélgetünk, hol vagyunk most, milyen beruházás fog itt megkezdődni? A Nagyvénkerti lakótelep melletti kosárlabdapályán állunk, és
ez lassan már másfél éve tervezzük, hogy ezzel a kosárlabdapályával egyfajta más jellegű beruházást kezdünk, egy teljesen új koncepció alapján, hiszen még 2016 év végén gondolkodott abban a Magyar Kosárlabda Szövetség, hogy egyfajta utcai kosárlabdapályák, tehát streetball pályák építésére ír majd ki pályázatot a sportegyesületeknek TAO pályázaton belül. Ez ugye megjelent ez a promóciós anyag, 2017 áprilisáig kellett eldönteni azt az egyesületeknek, hogy élnek ezzel a lehetőséggel. Ugye a Karcagi Sportegyesület vezetősége megkereste a városi önkormányzatot, és közösen döntöttünk abban, egyesület vezetése, polgármester úr, hogy belevágunk ebbe a pályázatba. A Karcagi Sportegyesület megírta a pályázatát, benyújtotta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez, ahol a szokott pályázati procedúra után ezt a kosárlabda szövetség jóvá hagyta. Ugye itt még nem áll meg az élet, hiszen ahhoz, hogy TAO pályázatból ez megvalósulhasson, az egyesületnek meg kellett keresni azokat a támogatókat, vállalkozásokat, akik pénzüket erre a TAO pályázatra és kimondottan erre a fejlesztésre ajánlják föl a sportegyesületen belül. Hál' Istennek sikerült a támogatókat gyűjtenünk, rendelkezésünkre áll az az összeg, amely jóváhagyásra került ezen a TAO pályázaton. Innentől kezdve egy kicsit felgyorsultak az események, hiszen ma már itt állunk a pályán. Jelenleg a tervezés előkészítése zajlik. Amikor ezzel megvagyunk, akkor látjuk pontosan, hogy hogyan fér el maga a kosárlabdapálya, amiről majd mindjárt még néhány szóban szeretnék szólni. És hát itt jön majd ugye az önkormányzat szerepe, hiszen a pályázathoz önerő is szükséges. Ugye a költségvetésünk jóváhagyásával már most kiderült az is, hogy ez a önerő rendelkezésére áll az önkormányzatnak, tehát a Karcagi Sportegyesületen keresztül tudja biztosítani a szükséges TAO forrás mellé az önerőt. Most maga a kosárlabda pálya az hát nyilván elsősorban ugye a kosárlabda szövetségnek az a célja, hogy az utánpótlást, azt a szurkolói bázist szélesítse, ami a kosárlabdához szükséges. De úgy kell elképzelni magát a parkot, hogy egyfajta közösségi tér. Tehát nem csak a kosárlabdázóknak épül, hanem Karcag valamennyi polgárának, lakosának, hiszen a mellette lévő játszótérrel, a pályák melletti lelátóval, kiülő lehetőségekkel, kisebb közösségi terekkel, én azt gondolom, hogy mindenkinek kielégítő lesz, és hát azért, ha sportról beszélünk, akkor ez egy európai világszínvonalú pálya burkolatot kap, az úgynevezett B33-as játékokra tökéletesen alkalmas, és mivel a nagy center pálya mellett még további kis pályák kerülnek kialakításra, tehát összesen 6 palánkon lehet majd egyszerre játszani, edzeni, szórakozni, de akár kisebb versenyeket is rendezni. A beruházás az mikor fog megkezdődni, illetve a játékosok mikor vehetik majd tervek szerint igénybe a pályát? Mi szeretnénk, hogyha már ebben az idényben, tehát a nyáron már lehetne használni a pályát. Nyilván a TAO elszámolási határidők is azt determinálják, hogy minél előbb elkészüljön a pálya. Tervezőkön nagyon sok minden múlik, hiszen ha sikerül kijelölnünk a helyet, megtisztítani és átadni a munkaterületet, akkor én azt gondolom, hogy várhatóan május végére, június közepére el fog készülni a pálya. Említett, hogy ez egy közösségi tér is lesz. Zárt lesz ez a terület, vagy bárki bejöhet, vagy külön engedéllyel lehet igénybe venni? Nem szeretnénk bezárni ezt a pályát, tehát mindenkinek legyen nyitott, ne csak a kosárlabdázók használják, hanem legyen egyfajta ifjúsági közösségi tér is, tehát jöjjenek ide, beszélgessenek, jöjjenek ide a családok, gyerekek játszanak, apukák, anyukák, vagy esetleg a kisebb testvér a mellette lévő játszóteren tudjon játszani, tehát nem szeretnénk bezárni, ez egy teljesen nyitott közösségi és sportolási tér lesz. És ugye itt térnek össze az önkormányzati fejlesztések, hiszen a kamerarendszer, amiről már döntöttünk, az lehetővé fogja tenni azt, hogy bekamerázzuk a területet, tehát a biztonságos felügyelete, őrzése azért meg lesz. Köszönjük, képviselő úr! Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőnket, a Győrfi István Nagykomúzeumban hamarosan nyílik egy nagyon érdekes kiállítás, hogy mi is az pontosan az a Kis Imrével beszélgetünk. Ön a gyűjteménynek a kezelője, ez egy vándorkiállítás.
Sok-sok érdekes dolgot fogunk itt látni, de mi is pontosan ez? Hát nem a kezelője, a szervezője, rendezője, kurátora inkább. Mert ugye szóval mindenesen. Igen, mert a múzeumi világban a kezelő, az a gyűjtemény kezelő, az egy másik kategória. Bocsánat, hogy kijavítottam. No, tehát ez az anyag, ez egy gyűjtő anyaga, Bánfi István, szegedi szódás, több generációs szódás família, és az ő gyűjteményéből hoztam létre ezt a kiállítást elég régen, már 2004, és azóta utazik az országban. Így megérkezett most ide, Karcagra, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, mert elhoztuk ide azt a kiállítást, aminek az a címe, hogy szódavíz egy magyar kultuszital. Nem véletlenül adtuk ezt a címet, hiszen azt gondoljuk, hogy ez a szódavíz olyan dolog, ami mindenkit megszólít. Tipikusan egy olyan közszükségleti cikk, ha szabad így fogalmazni, ez olvasható egyébként az egyik fali újságbeli kiállítási anyagunkon is, amit mindenki fogyasztott. Tehát a szegény ember épp úgy, mint a gazdag, különböző módokon, kifröcsnek, kimálnafröcsnek, vagy csak egyszerűen hazavitték a szódástól, vagy éppen a szatósboltból azt a két üveget. Ugye sokan mesélik ugye a látogatók közül, hogy érzem még most is a kezembe azt a két üveget, amint megyek haza. És ugye amikor mentünk a szódáért, az majdnem olyan volt, mint amikor mentünk a kútra. Tehát ugyanúgy társadalmi esemény volt, hogy el kellett menni a boltba szódáért, hazavinni, közben beszélgettünk. Szóval ez nagyon jó társas lehetőség volt. És hogy mennyire hát közcikk volt ez a szóda, azt jól mutatja, hogy az egyik-másik üvegen tulajdonképpen még üzenethordozás is van, tehát a nem-nem soha például megjelenik, de ugyanígy lehet látni Dávid csillagot, ugye, ami azt mutatta, hogy a szódás az egy zsidó származású ember volt, egyébként nagyon sok zsidó volt a szódások között. Emiatt aztán megint egy másik dologra hat hívom fel figyelmet, ugye a zsidó törvény vastagon érintette a szódásokat annak idején, ezt is taglaljuk a kiállításban. Szóval egy olyan termékről van szó, ami nagyon népszerű, jelentem hungarikum, ahogy a fröccs is, és mi vittük be ennek a technológiáját az Unióba, amikor csatlakoztunk az Unióhoz. Tehát valami olyasmi, ami persze ismert másutt is a világban, ugye Amerikában is fogyasztják a viszkit szódával, tehát nem ismeretlen az, de azért mégis a magyar lelkületnek és a magyar közönségnek talán egyik legkedveltebb ital a szódavíz és a fröccs. És hát azt gondolom, hogy itt sokan meg fognak állni majd a vitrinek előtt is, és megnézik, hogy igen, ahogy ön is beszélt róla, hogy gyerekkorukban még küldték őket szódáért, és emlékezetesek szerintem sokan megtartottak még otthon, biztos sok padláson van még ilyen szódásüveg, de mi ez a gép, ami itt mellettünk van? Ez egy állóhengeres szikvízgyártó gép, amit még vagy kézzel tekertek, vagy aztán később elektromos árammal. Egyébként én magam is még a 60-as évek elején Edelényben, ahol nyaraltam sokat, tekertem a szomszéd szódásnak, és ezért kaptam fagyi pénzt. Ezt is sokan mesélik egyébként, nem csak én. Tehát ez a gép mutatja azt, hogy hogyan készült a szóda, és ezen a képen, ami mögöttem van, az pedig egy régi szikvízüzem, ami egy másik ilyen fekvőhengeres szikvízgyártó gépet mutat, amelyik ráadásul három felé osztotta el a töltést. Tehát nem csak egy töltő része volt, mint ezen a gépen, hanem három felé. Akkor azt gondolom, hogy meg fogják ezt is nézni, viszont itt azért vannak fotók is, és azt gondolom, hogy a művészeket is sokszor megihlette a szódásüveg és az azzal kapcsolatos dolgok, hogy mi mindenre lehet használni, itt a képeken ilyeneket látunk. Hát ugye úgy épül fel a kiállítás, és ez a vége, amit én most említ, hogy a képzőművészekre milyen hatása volt. Nagyon sok fotóanyag is van, de a legvége valóban az, amikor a képzőművészeti hatás hát látható, többek között hát olyan képek, amik mindegyiken van szódásüveg, hiszen ugye hát erről szól a dolog. Többek között Picasso-nak az abszintívó nője is szerepel itt, ott is ugye hát gyönyörűen látszik az a kék üveg, ami egyik ékessége a kiállításnak. De hát azért nagyon sok egyéb fotó is van, hogy hogyan fogyasztották, ugye van egy olyan része a kiállításnak, ami az önpultja, ugye ettől ez egy gastrointeraktív kiállítás, tehát el lehet fogyasztani a kiállítás tárgyát, meg lehet inni a szódavizet. Mögötte is nagyon jó fotók vannak a 60-as évekből, egy tipikus söntéspult, de egy korábbi 30-as évekből is van látható, illetve hát van fotó arról is, hogy hogyan húzta a ló a szódás
hát kocsiját, ugye ismerjük azt, hogy verte, mint szódás a lovát, ugye erről pontosan persze nem tudjuk, hogy miért is volt. Egy biztos, hogy nagyon nehéz volt az a szódás kocsi, hiszen üvegből volt még akkor minden, nem úgy, mint most műanyagból. A rekesz is nehéz volt, ugye ki van állítva például egy olyan válra tehető, ilyen bőr, kitömött alkalmatosság, amit rátettek a vállukra, ugye akik hordták szét a szódát, mert arra tették rá a farekeszt, hiszen kemény munka volt ezt teríteni. Van egyébként a kiállításnak egy állandó változata is Szegeden, hogyha valaki oda szeretne elmenni a víztorony aljában, tulajdonképpen ennek a kiállításnak egy változata, ott például ki van állítva egy olyan szánkó is, amivel Budapesten a Deák család szállította télen a szódát. Tehát én azt gondolom, hogy kedvet csináltunk mindenkinek, hogy megnézze ezt a kiállítást, és hát reméljük, hogy lesz, aki Szegeden is megtekinti. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, és a térségben még fog utazni, úgyhogy esetleg másút is meg lehet nézni hamarosan. Köszönöm! Klímakonferencia zajlik a Dél-Inné Kulturális Központban. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk. Itt elmondta, hogy a megyei önkormányzatnak sok olyan feladata van, amelyet nem kötelező, de mégis fölvállal. Ilyen az egyik a környezetvédelem, természetvédelem. Mi az, ami motiválta önt abban, hogy különböző olyan programokat elindítson, melyek már a sikeresek lettek? Hát mindenképpen először örömömet fejezem ki, hogy egy ilyen konferencia, ilyen magas szintű konferencia ide kerülhetett Karcagra, hiszen olyan szakemberek jöttek el és tartanak előadást, amelyek országos és nemzetközi hírű szakemberek. Akár a környezetvédelem, akár a meteorológia, akár a mezőgazdaság területén. És hát megtiszteltetés számomra, hogy engem is felkértek ilyen kitűnő előadók között, hogy számoljak be arról, hogy mit is tesz Jászlókun-Szolnok megye a környezetért, a természetért és a klímastratégiáért. Itt Jászlókun-Szolnok megyének nem kötelező feladata ezek a környezet-természetvédelem, hanem önként vállalt feladat, hiszen nem is szabad, hogy kötelező legyen, hiszen az embernek belülről kell, hogy jöjjön az a gondolat, hogy figyelni kell a környezetünkre, meg kell óvni a környezetünket, és hát amit örököltünk, azt legalább ugyanúgy, ha még nem jobb minőségben továbbadni. Nagyon sok programot indítottunk el, főleg a hulladékgazdálkodás területén, a TESZED programban, a tisztató programban. Ennek már a hatodik alkalommal folytatjuk ezt a gyakorlatot. Bevonjuk a fiatalokat, gyermekeket oktatással, szelektív hulladékgyűjtőedények elhelyezésével, kikötőkben, kempingekben, és azt látom, hogy van fogadatja ennek a felvilágosító munkának, van foganatja annak az elképzelésnek, hogy vigyáznunk kell a környezetünkre, és úgy kell vigyáznunk a környezetünkre, hogy minél több embert vonjunk be. És hát természetesen együttműködünk azokkal a partnerekkel, a vízügyel, a Karcagi Kutatóintézet szakembereivel, az Agrárkamara szakembereivel, akiknek pedig feladatuk, velünk együtt feladatuk, hogy vigyázzunk a meglévő környezetre, a meglévő természetre, és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapat jött össze itt Jászlókun-Szolnok megyében, nagyon jó partnerekre tanáltunk, és hát elkészítettük a megyei klímastratégiát is, amely most tavasszal kerül meghirdetésre, és azt gondolom, hogy ezzel is többet tettünk, és ezzel is egyet léptünk arra, abba az irányba, hogy megőrizzük környezetünket, megőrizzük ezt a tájat olyannak, amilyennek szeretnénk, amilyennek gyermekeinknek, unokáinknak tovább szeretnénk adni. Reméljük, hogy sokan csatlakoznak, hiszen ott láthattuk a képeken, hogy már gyerekek, óvodások, felnőttek is ugyanúgy csatlakoztak. Kívánjuk, hogy 2018-ban is sokan szedjék össze mások után azt a szemetet, amit el sem szabadna dobni. Így van. Én azt látom, hogy az a gyermek, az az óvodás, általános iskolás, aki részt vesz ilyen programban, ő már másképp szemléli a környezetét, ő már sokkal jobban fog rá vigyázni. Nagyon sokan vannak sajnos még olyanok, akik akár az erdősávokban, akár az út mellett, akár a parkokban, bárhol eldobják a szemetet, és bízom benne, hogy egyre kevesebben lesznek. Örülök annak, hogy a diákok, gyermekek csatlakoznak hozzá, és egy gyermek talán, hogyha úgy érzi, hogy vigyázni kell a környezetére, talán még a szüleire is tudhatni. Én gyakorló szülőként tudom azt, hogy vannak olyan dolgok, amire már a gyermekek jobban odafigyelnek, mint mi. Biztos vagyok benne, hogy a jövő generáció sokkal jobban fog tudni ügyelni a meglévő környezetre. Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is.
Gyurica Csaba elnök úrral arról beszélgetünk, hogy önök hogyan tudnak segíteni a gazdáknak, hiszen itt hallottuk, hogy a klímaváltozásba önök is bekapcsolódnak. Mi az, amivel segítik a gazdálkodókat? Igen, hát ugye a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ gyakorlatilag a magyarországi agrárkutatásoknak a centruma, központi intézménye, és hát itt azért olyan változások zajlanak a Kárpát-medencében, amelyek a mezőgazdaságra is hatással vannak. A megváltozó klíma, megváltozó termelési feltételeket, megváltozó technológiákat is jelent, amihez alkalmazkodni kell. Ezeket a gazdákkal meg kell ismertetni. Azok a módszerek, technológiák, amelyek 20-30 évvel ezelőtt alkalmazhatók voltak, azok már elavulttá válnak. Akár a növénytermesztésben, akár az állattenyésztésben, kertészetben, erdészetben, az ágazat minden területén. Ezekhez az alkalmazkodást a tudomány tudja támogatni és segíteni, és ezeket a gazdákhoz el kell juttatni, a felhasználókhoz. Ebben tudunk mi elsősorban segíteni. Ez egy versenyfutást jelent az idővel, hiszen a klíma olyan mértékben változik, olyan gyorsak ezek a változásokhoz, ehhez az alkalmazkodást elősegítendő nagyon hatékony kutatásokra van szükség. Ezt a munkát mi végezzük, és lehetőségeinkhez mérten ezeket el is juttatjuk az érintettekhez. Ez az a feladat, amit mi végzünk, és amiben szeretnénk segíteni. Itt azért olyan kutatásokról van szó, amelyek nyilván sajátosak abból a szempontból, hogy a klímaváltozásnak ez a hatása, amit itt érzékelhetünk, az a Kárpát-medencére jellemző. Tehát ez elhangzott itt is a rendezvényen, hogy a klímaváltozásnak egy sajátossága, hogy a Föld különböző részein másként és másként tud hatni. Tehát ezek itt olyan megoldásokat követelnek a mi térségünkben, a mi ökológiai feltételeink között, amelyet senki más nem fog megoldani, csak mi. Ezért ez nekünk egy központi feladatunk, hiszen ezt nekünk kell az érintettek részére is eljuttatnunk. És hát azt gondolom, a kutatóintézetek háttérmunkája, nemesítések, az alkalmazkodó fajták kikísérletezése, ez is mind segíti a gazdálkodókat. Erről szól a technológiai alkalmazkodás, ugye, hogy milyen új fajtákat tudunk kinemesíteni, létrehozni, a megjelenő új betegségek, kártevőkre ellen milyen védekezést tudunk kidolgozni, kimunkálni, hogyan, milyen új növényfajokat vagy növényfajtákat lehet termesztésbe vonni, hiszen úgy gyümölcsök jelenhetnek meg, lehetett az elmúlt időszakban látni, akár a kiwi vagy a füge példáján. Ezek most már nagy területen termesztettek Magyarországon is a klímaváltozás következtében, tehát ezekre elő kell készíteni a terepet, jogszabályalkotás oldaláról is egyébként, de nyilván technológia oldaláról is, tehát sokrétű a feladat. Jó munkát kívánunk Önöknek! Köszönöm szépen! A klímakonferencián dr. Fazekas Sándor miniszter úrral beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos, hogy a gazdák napra készek legyenek azokban az információkban, melyek a ő gazdálkodásukat befolyásolják. Örülök annak, hogy teltházas volt a mai klímakonferencia, rengetegen eljöttek, termelők is, de minden szempontból érinti a város lakosságát, a téma látszott, hogy az egész városi közönség itt volt, és a mezőgazdasági termelés, illetve az életkörülmények szempontjából is a klímaváltozás az nagyon komoly kihívást jelent. Ez volt az egyik tanulsága a konferenciának. Úgy kell termelnünk, hogy kimérjük a környezetet, víztakarékos módszereket tudjunk használni, illetve víztakarékos öntözési megoldások is szükségesek. Az egyik lehetőség például az agrárerdészet, ahol erdősávok, fasorok között zajlik a termelés, növénytermesztés, kertészet. A precíziós mezőgazdálkodásban is komoly lehetőség van, az agrárdigitalizáció vívmányai már megjelentek a termelésben, és jó néhány más olyan technológia is van, amit itt sikerült bemutatni komoly érdeklődés mellett. Reméljük, hogy a kutatóintézetet is egyre többen fölkeresik, hiszen sokszor beszéltünk már arról, hogy 70 év alatt olyan fajtákat nemesítettek, amelyek alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz. Egyik lehetőség az, hogy szárazságtűrő növényeket termelünk, és a Karcagi Kutatóintézet ebbe az ország egyik legnagyobb teljesítményét tudja felmutatni. Olyan tájfajtáik vannak, amelyek alkalmazkodtak a nagykunsági talaj és éghajlati viszonyokhoz, és én bízom benne, hogy ez a mostani alkalom is elősegít, hogy minél több gazda menjen oda és vásároljon betőmagot tőlük. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Elkezdődött az ünnepek után az új nevelési év. 2018 mit tartogat az Egyesített Óvoda számára? 2018 az új gazdasági év, hiszen a nevelési évünk az szeptember 1-jével kezdődik, és a gyermekek nevelését azt egy szeptembertől augusztusig tervezzük, viszont nagyon fontos jelentőségű a gazdasági év tervezése is az óvodai intézményben,
hiszen a működéshez szükséges feltételeket intézményünk fenntartója, Karcagváros önkormányzata az intézmény költségvetésén belül biztosítja, és jelenleg ennek a tervezési szakaszában vagyunk, tervezgetjük, hogy erre az évre milyen feladatokat vállalunk, vállalhatunk, merjünk vállalni, melyek azok, amelyek szükségesek, itt prioritásokat teszünk, hogy mely óvodába a legszükségesebb egy-egy területnek a fejlesztése, illetve figyeljük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek kiegészítik az állami normatív támogatást, az önkormányzati támogatást, hogy a pályázati lehetőségekkel még gazdagabbá tudjuk tenni az óvodai nevelési feladataink megvalósítását. Tervezési szakaszban vagyunk, mégis hogy látják, mire kerülhet sor 2018-ban, mik azok a fontos projektpontok, amik megvalósulhatnak? Én bízom abban, hogy a 2018-as évünk is a 2017-es évhez hasonlóan egy nagyon kiegyensúlyozott, bár feszített költségvetés mellett valósult meg, de ez a kiegyensúlyozottság egy nagyon biztonságot adott az óvodai intézmény valamennyi dolgozójának, az óvoda működésének, az intézmény vezetésének ahhoz, hogy a mindennapokban a gyermekek nevelésére tudjunk elsődlegesen koncentrálni és a figyelmünket fordítani, de emellett az intézmény vezetésének és a fenntartónk nagyon komoly, nagyon nagy gondot fordít arra, hogy kiemelt feladatok támogatása is megvalósuljon. Ebben az évben egy nagy projekt lesz az intézmény felújításában, amely már a tavalyi évben támogatást kapott. Ennek most jelen pillanatban a közbeszerzési és a tervezési folyamata zajlik, ez pedig a Zöldfa úti óvodának a teljes körű felújítása. Ez a teljes körű felújítás egy tényleg teljes külső és belső megújulást jelent az óvodának, mind esztétikájában, energetikájában, nyílászárók tekintetében, tehát minden vonatkozásban meg fog újulni a Zöldfa úti óvodánk. Ez lesz a legnagyobb projektünk ebben az évben. Nagyon várjuk már, hiszen készülünk már évek óta erre, hiszen ez az óvodánk 1980-ban épült, azóta kisebb karbantartások, felújítások voltak, de az elmúlt 37 év azért elhasználódott nagyon sok minden, és szükségszerűvé tette azt, hogy ha most ez a nagy lehetőség adódott, akkor ennek az óvodának a felújítása megvalósuljon ebben az évben. Emellett nem kicsi, hiszen ez sem kis tervünk. Két évvel ezelőtt terveztünk egy tornaszobát a Táncsics körút 19-es óvodánk udvarára, és úgy néz ki, hogy ennek a megvalósítása is ebben az évben megvalósítására is sor kerül. Ez nagyon kiemelt jelentőségű a számunkra, hiszen nagyon-nagyon nagy gondot fordítunk a gyermekek egészséges életmódra nevelésére, ezen belül a mozgásfejlesztésre, és itt ugye a Táncsics 19-es óvodánkban egy nagyon-nagyon régi tornaszobával rendelkezünk, és most ez az új tornaszoba a Táncsics 19-es óvoda 6 csoportjának és a Táncsics 17-es óvoda 2 csoportjának a mozgásfejlesztését fogja biztosítani, és bízunk abban, hogy ez is ebben az esztendőben meg fog valósulni. Említette, hogy a Zöldfa úti óvodának a közbeszerzése zajlik, a felújítás közbeszerzése zajlik. Mikor kezdődhet el ez a munkafolyamat, és előreláthatólag mikor fogják azt befejezni? A tervezési ütem szerint, amelyet ugye Karcagváros önkormányzata, mint pályázó készített el a beruházási csoporttal, az én tudomásom szerint a nyár folyamán elkezdődik az építkezés, miután meg lesz a kivitelező, és hát bízunk abban, hogy a következő nevelési évet már ott kezdhetjük a gyermekekkel. Az infrastruktúrális fejlesztések mellett természetesen a gyermekek nevelése is elsődleges szempont, sőt a legfontosabb szempont. Milyen projektekben vesz részt az is az óvoda? Nagyon fontosnak gondoljuk, így van, a környezet megteremtését a gyermekek számára az óvodákban, de emellett nagyon nagy gondot fordítunk a szakmai pályázatok, a szakmai projektek megvalósítására,
Kiemelt jelentőséggel kezeljük a tehetséggondozás területét, hiszen kiváló akkreditált tehetségpontként működik az intézményünk, amelyet ebben az évben is szeretnénk folytatni. Ezen a területen is vannak jelenleg is nyertes pályázataink, amelyeknek a megvalósítása folyamatban van. Itt tehetségműhelyek szervezésére, az ottani programok megvalósítására pályázunk, illetve a Karcagváros és Karcagváros tehetségsegítő Karcag és térsége tehetségsegítő tanácsával közösen a hálózati kapcsolatok építésére, az egymástól való tanulásra pályáztunk, és ennek a folyamata is zajlik és megvalósul 2018-ban. Tehetséggondozás területén a tehetségműhelyeknek nagyon sok olyan szakmai programja van, aminek az első nagy projektje lesz az Aprólábak Néptáncgála március végén, majd ezt követi, itt ugye táncolnak, bemutatkoznak a táncos tehetségműhelyeink, és itt már nem csak a saját óvodánk tehetségműhelyei, hanem akikkel kapcsolatban vagyunk, akikkel együttműködünk, szintén tehetségpont óvodák és iskolák, kiváló akkreditált műhelyek, amelyek szintén bemutatkoznak ezen az alkalmon. Majd ezt követően a kézműves és környezeti műhelyeink a Jászdújra kiállításon fognak majd áprilisban bemutatkozni, tehát készülünk a tehetségműhelyeinkkel, illetve a mozgásos műhelyeinkkel. Az elmúlt években a Sportolj Velünk projekt valósult meg, ahol a gyerekeknek és szüleiknek igyekeztünk az érdeklődését felkelteni a Karcagon működő sport szakosztályok iránt, és ezt a programot is szeretnénk ebben az évben is tovább folytatni. A tehetséggondozás mellett nagy kiemelt területe az intézményünknek a környezeti nevelés, hiszen valamennyi óvodánk zöld óvoda, és ebben az évben is tovább kívánjuk folytatni és fejleszteni ezen a területen elért eredményeinket, hiszen lesznek olyan óvodájaink, akik már örökös zöld óvoda címre fognak pályázni, illetve valamennyi óvodánk szeretné az elkövetkezendő időszakban is, mert ez a cím 3 évre szól, hogy folyamatos legyen a zöld óvoda díj, úgyhogy ebben is továbbiakban is nagyon komoly szakmai programokat fogunk megvalósítani. Miért praktikus az SMI igazolvány? Azért praktikus, mert a interneten keresztül tudnak most már egyre több mindent intézni az ügyfelek, amit ez a személyigazolvány megkönnyebbít, illetve a külföldi utazás is nagyban közrejátszik ahhoz, hogy ez a személyigazolvány segítse ezt, illetve tehát az e-recept kiváltásánál is segítség, ugyanis, hogyha valakinek új típusú személyigazolványa van, akkor nem kell a tajkártyát vinni a betegnek, hanem ugye az elektronikus személyigazolványa tudja igazolni a tajszámát. Az elmúlt időszakban, akár november 1-től, ahogy elindult az EST rendszer, mennyiben emelkedett az SMI igazolványok készítésének aránya? Nagyon sokban emelkedett, ugyanis mindenki inkább akkor ezt a variációt választaná, hogy nem szeretné nagyon használni a tajszámát, vagyis a tajkártyáját, ezért inkább mindenki cserél le vele folyamatosan a SMI igazolványt. Kiknek ajánlott kiváltani az SMI igazolványt? Főleg fiatalabbaknak ajánlanám, főleg az ugye az elektronikus ügyintézés célja miatt, mivel ők ugye hajlandóbb ezt csinálni, úgyhogy inkább nekik ajánlanám a fiatalabbaknak, de egyébként szerintem mindenkinek jól jön ez az új típusú személyigazolvány. Hogy kell elkészíteni ezt az személyigazolványt, vagy igényelni, mire van szükség ilyenkor? A régi típusú okmányt be kell hozni, illetve ami lejárt okmány is, be kell hozni a lakcímkártyát, hogyha valakinek nincs személyazonosításra alkalmas okmánya, mint például útlevél, illetve vezetői engedély, akkor a születési anyakönyvi kivonatot kell hozni, vagy a házassági anyakönyvi kivonatot. Milyen adatokat tárol ez az okmány, tehát az SMI igazolvány? A tajszámot és az adószámot tartalmazza a csip, későbbiekben majd a lakcím is valószínű, hogy bevezetésre kerül rajta. Milyen ügyet jött intézni a kormányablakba? Az e-mail címemre kaptam egy értesítést, hogy le fog járni január 30-án a SMI igazolványom, és ennek az ügyintézését szeretném bonyolítani. És ha módul van rá, akkor hallottam róla, hogy van e személyigazolvány, és ezt próbálnám intézni.
az orvos-beteg kapcsolata szempontjából. Miért praktikus és mire jó az eszemélyigazolvány? Az eszemélyigazolvánnyal fel tudjuk vinni a számítógépes feldolgozásra, és ezáltal összeköttetésben vannak a többi gyógykezelési intézetek, és így láthatjuk, hogy a mi betegeink, hogyha esetleg egy másik intézményben vannak, a szülő elfelejti hozni a leleteket, akkor pedig látjuk, hogy ott mi történt, és miben tudunk segíteni a munkánkkal. A betegek szempontjából miért lesz így könnyebb az orvoslás? Hát nem kell nekik annyi dokumentációt összegyűjteni, a másik pedig lehet, hogy a beteg nem tudja úgy elmondani, mint ahogy konkrétan le vannak írva a leletben, és a válaszokat könnyebben online meg tudjuk adni. Azon kívül most már nagyon sok képalkotó eljárás online válaszsal mehet, szintén online a különböző tenyésztési eredmények, laboratóriumi vizsgálatok, és ezzel az időt is, meg a kivizsgálást is tudjuk rövidíteni. Orvosi szempontból ajánlott-e a betegeknek, állampolgároknak kiváltania ezt az okmányt? Természetesen, nem csak hogy ajánlott, hanem ez most már úgy tudom, hogy joguk, kötelességük, a szülőknél gyerekgyógyászatról van szó, és a másik pedig, hogy tudunk esetleg kommunikálni, hogy receptet írunk fel, és esetleg az ország más pontján a személyigazolvánnyal ki is tudják váltani azt a receptet, mivel online előforduló problémákat, vagy állandó gyógyszereket ott, hogyha elfelejtette vinni, valami kiborult, elfogyott, ott akkor tudunk írni egy ország másik pontján is a gondozatunknak mindenfélét. Itt a körzetben, orvosi körzetben mennyire jellemző már az, hogy a szülők, fiatal gyerekek vagy fiatal felnőttek kiváltják az eszemét, és ezzel fordulnak már az orvoshoz? Ezt mi nem nagyon tudjuk megnézni, mert mi felírjuk a receptjeiket, felvisszük számítógépre, és akkor gyakorlatilag, ha ők megengedik a gyógyszertárban, ők ott fogják megadni, és akkor ezt természetesen joguk van használni. Tehát mi nem ellenőrizzük a betegnek az eszemigazolványát, hanem az orvos, illetve a dolgozóknak az eszemigazolványával tudjuk a programot kezelni, tehát nekünk kötelező, és nagyon jól működik. Van már erre példa, és ők pedig teljesen jogúan csak előnyükre tudják használni. Említette doktornő, hogy az adatokat, leleteket tárolja ez a személyes okmány. Ki kaphat ehhez hozzáférést, ki láthatja ezeket az adatokat? Csak a kezelőorvos láthatja, és csak a betegnek az engedélyével láthatjuk ezeket az adatokat, tehát ez szigorúan jogszabályban rögzített, nem kell tőle félni. Berekfürdőmi turisztikai központ rengeteg belföldi és külföldi turistát vonz. Mi a jellemző, hogy választják ki a szállást, hogy foglalnak ide az emberek? Üdvözlöm a kedves nézőket és mindenkit így virtuálisan is szeretettel a szállodánkban. A jellemző nálunk a Termál Hotel Pávaiban, hogy a visszatérő vendégek alkotják a vendégek többségének legalábbis a legnagyobb részét. Így jellemző, hogy ők már régebb óta ismernek minket, valaki 5-6-7 vagy 10 éve is visszajár hozzánk, és ők nyilván nagyon előre gondolkoznak. Valakinek megvan például az, hogy tipikusan októberben vagy utószezonban szeret jönni, elkerülve a nagy tömeget, ők ide telefonálnak már az év elején, hogy biztosítsák maguknak a szállást. Illetve az utóbbi pár évben részt veszünk az Erzsébet Alapítvány üdültetési pályázatában, mint szállásadóhely, és itt jellemző, hogy ezek a foglalások már megindulnak az év elején, így arra ösztönöznénk az egyébként kereskedelmi úton érkező vendégeket, hogy jóval előre gondolkozzanak, mert hamar megtelnek nálunk a szobák. Ugye 9 hosszú hétvége lesz 2018-ban, az első ugye márciusban, majd rögtön utána húsvét. Mennyivel előtte érdemes foglalni? Van-e még esetleg hely, vagy már beteltek? Vannak még helyek, de amikor meghirdetünk egy-egy csomagárat, és felveszünk a kapcsolatot a visszatérő vendégekkel, illetve kiajánljuk internetes oldalakon keresztül, akkor jellemző, hogy onnan egy 2-3 hét alatt érkezik annyi visszajelzés, hogy be is telnek a szobák.
Mi a helyzet a nyárral, a csúcsidőszakkal, érdemes-e már esetleg most foglalni? Mindenképpen ösztönöznénk, igen. Újabban felfedeztek minket a nagy családosok is, így azért is telik be inkább a nyár hamar, mert a nyári szünet miatt a gyerekeket is tudják hozni a szülők, illetve azért szerencsére Berekfürdő olyan sikeres programokat szervez minden évben, hogy az vonza a turistákat, tehát az is mindenképpen egy motiváció, hogy van is mit csinálni a faluban. Gyógyulni érkeznek ide elsősorban, vagy kikapcsolódni? Igen, ez is megoszlik. Nyáron elsősorban kikapcsolódni, tavasszal és ősszel, télen viszont gyógyulni vágyó vendégeket látunk itt főként el. A gyógyászat az kiemelkedő a térségben. A gyógyvízünk ide vonza még Dunántúról is a vendégeket, illetve van, aki szereti elkerülni a forgalmasabb üdülőhelyeket, ahol szintén működik gyógyászat. Ők is egyébként ilyen térségből is eljönnek Berekfürdőre, hogy itt nyugalmasabb környezetben tudjanak pihenni. Belföldi vagy külföldi vendégek jellemzőek, akár főszezonban, akár szezonon kívül? Ide inkább mi a magyar vendégeket vonzuk. Jellemző egyébként, hogy, és remélem ez majd változik a közeljövőben, hogy a külföldről érkező turisták inkább Budapestet, valamint a balatoni régiót keresik fel. Ide is vannak egyébként akár visszatérő vendégek között is svédek, németek, illetve a felvidékről is érkeznek hozzánk, de túlnyomó többségben inkább magyar vendégek a jellemzőek. Ezek a csendesebb turisztikai központok, mint Berekfürdő is, mivel tudná még vonzóbbá tenni az, hogy több külföldi vendég érkezzen ide? Azt hiszem, hogy kiaknázatlan, még illetve nem eléggé hangsúlyos a gyógyvízünk, a gyógyvízkészletünk itthon. Szerintem mindenképpen figyelmet kellene erre fordítani, egész országra kiterjedően, nem csak régiókra lebontva, hogy milyen nagy kincs ez, és milyen nagy vonzóerővel bír. A fürdő az működik, egy szálloda mit tud tenni, hogy ehhez megfelelően tudjon csatlakozni? Mindenképpen az az előnyünk, akár más szálláshelyekkel kapcsolatban, hogy itt helyben tudunk nyújtani mindent. A vendégek megszállnak nálunk, kényelmes, hogy nem kell, akárha csak pár száz méterre is van a fürdő, de nem kell megtenni ezt a távolságot. Itt helyben fel tudják venni a gyógykezeléseket, az étteremben kiszolgáljuk őket, nagy területű udvarunk, rendezett kertünk van, ahol szintén kikapcsolódást tudunk nyújtani, akár gyerekeknek, de vannak kültéri fitness eszközeink felnőtteknek, vagy ha egyszerűen csak szeretne valaki leülni, könyvet olvasni kint a padon megteheti, szóval minden megtalálható itt nálunk egy helyben. Tehát akkor lényegében úgymond ezek a wellness szállodák népszerűbbek is, akár külföldön, akár a belföldi vendégek számára? Igen, mindenképpen, mert itt tényleg ki tudja magát pihenni az ember, egy helyben minden igényét ki tudjuk elégíteni, és esetleg nem fáradtabban érkezik haza üdülés után, hanem tényleg feltöltődve. Az internet korábban elkerülhetetlen, hogy egy-két dolgot az internetről rendeljünk meg, mégis nagyon sokan nincsenek tisztában azokkal a dolgokkal, hogy is kell internetről rendelni, mire figyeljünk oda. Gyakorló jogászként az az első tanácsom, hogy mielőtt bármit megrendelünk, alaposan ellenőrizzük, hogy ki az a társaság vagy természetes személy, akitől vásárolni kívánunk. Fel kell keresnünk az internetes weboldalon az eladó adataival kapcsolatos részt, ellenőrizni kell, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságról van szó, vagy esetleg külföldön, külföldi gazdasági társaság, külföldi bejegyzési, szlovákiai, vagy romániai, vagy még távolabbi cég az eladó, illetőleg ma már sajnos az is a gondosság körébe tartozik, hogy ellenőrizzük az internetes cég eljárási adatokba, a cég nyilvántartási adatokba, hogy az ott feltüntetett adatok valósak-e, létezik-e ilyen társaság,
Ma már ingyenesen lekérhető a cégkivonata bármely magyar társaságnak, és bizony nem egy esetben azzal kell szembesülni, hogy egy fantom cég, vagy egy olyan cég, aki ellen adóvégrehajtás, bármely más végrehajtás van folyamatban, ilyen név alatt hirdetnek nagyértékű műszaki cikkeket. Az ilyen társaságokat vagy eladókat rögtön zárjuk ki, ezektől semmiképpen se vásároljunk. Nagyon fontos még azt a vásárlás előtt megfontolni, hogy magánszemélytől vásárolunk, vagy cégtől, tehát gazdasági társaságtól, gazdálkodó szervezettől. Sokan ugyanis nem tudják, hogy a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződéseket külön jogszabály szabályozza, ami a fogyasztókat a vállalkozásokkal szembeni szerződésekben többleti jogokkal ruházza fel. Ugyanezek a jogok az egyszerű, természetes személyekkel szemben nem illetik meg a vásárlót. Gyakran találkozunk most azzal a jelenséggel, hogy hivatalos boltok a közösségi oldalakon, mint hirdetik a termékeiket, és ezen hirdetések során nem szabályszerűen járnak el, tulajdonképpen homályban maradt, hogy ki az eladó, és egy esetleges szavatossági, minőségi problémával kapcsolatban arra hivatkoznak, hogy nem is a bolt volt az eladó, hanem ő, mint természetes személy, vagy egyszerűen használt termékként értékesítette, vagy saját tulajdonú termékként. Ezt is nagyon fontos tudni a vásárlóknak, hogy hiába hirdetik akár a valamelyik közösségi portálon a termékeket, az eladók. Az eladókat ilyenkor is terhel mindez a tájékoztatási kötelezettség, amiről itt az előbb beszéltünk, tehát fel kell tüntetnie azt, hogy ki az eladó cég, mik az ő adatai, mi a címe, telefonszáma, székhelye. Pontos tájékoztatást kell adnia arról, hogy a vevőket milyen szavatossági, jótállási, igényérvényesítési jogok illetik meg, hogyan állhatnak el a szerződéstől. Amennyiben ezt nem teszik meg, ott már egy megfelelő profizmus hiányára kell gyanakodnunk, és számolnunk kell azzal, hogy egy beadott minőségi hibás panaszunkat sem fogják kifogástalanul kezelni. Ugye a cégek esetében általában ezeket feltüntetik az oldalon, de vannak a különböző aukciós oldalak, vagy ahogy ügyvéd úr is említette, közösségi portálok, ahol magánszemélyek hirdetik termékeiket. Itt ugye azért nehezebb akár egy szavatosságot, bármit érvényesíteni. Itt mire kell odafigyelni, mi lehet talán a gyanús, amit meg kell fontolnunk, hogy megvegyük-e azt a terméket? Hát alaposan meg kell vizsgálni, hogy ez az adott hirdetővel kapcsolatban a közösségi visszajelzések milyenek, hány terméket értékesített már korábban, ennek során a többi felhasználó milyen visszajelzést adott, hogyan értékelte az eladót, nagyon ajánlatos fényképfelvétellel vagy képernyőmentéssel rögzíteni, hogy az adott termékről mit állít, hogy milyen tulajdonságokkal bír, amennyiben nekünk van ilyen fontos tulajdonság lényeges az ügylet szempontjából, azt minden esetben írásba előre tegyük fel, a választ pedig rögzítsük, ugyanis ilyen esetekben eltérően a vállalkozók és a fogyasztók közötti szerződéstől nem tudunk akár a békéltető testülethez fordulni, hanem közvetlenül csak bírósághoz, bírósági jogérvényesítéssel tudunk élni, ami roppant költséges, hosszadalmas eljárás, és ráadásul a bizonyítás terhe a vásárlón van, tehát neki kell bizonyítani, hogy mit ígért az eladó ezzel a termékkel kapcsolatban. Magánszemélyek esetén ez általában nagyon tömör szokott lenni, a leírás, egy fénykép felvétel, egy megnevezés, meg a vételár, attól függetlenül ugye rengeteg más tulajdonsága lehet egy ilyen terméknek. Ilyenkor szükséges-e adásvételi szerződést írni például, ha magánszemélytől vásárolunk? Jó kérdés.
Ugye az általános gyakorlat az, hogy nem szükséges. Tehát az adásvételi szerződésre vonatkozik alapvetően a polgárjogi törvénykönyv, amely csak bizonyos minősített esetekben ír elő az érvényességhez írásbeli alakiságot, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag amikor az eladó az interneten közzé tesz egy műszaki cikkre vonatkozó hirdetést, gyakorlatilag azzal, hogy mi leütjük a licitet, vagy rá kattintunk a megrendelem gombra, ezzel létrejön a szerződés, ha bár nem hagyományos, de elektronikus formában. Mikor lehet elállni egy ilyen szerződéstől, akár a cégek, akár a magánszemélyek esetében? Gyakorlatilag itt lép, itt kell figyelembe venni hangsúlyosan ezt a vállalkozók és fogyasztók közötti szerződés szabályozó kormányrendeletet, ami azt mondja, hogy amennyiben a fogyasztó vállalkozástól rendel, akkor gyakorlatilag akár a termék kiszállításáig, de utána követően 2 héten belül bármikor indoklás nélkül elállhat ettől a szerződéstől. Ilyen esetben gondoskodni kell neki arról, hogy a terméket visszaküldje, és legkésőbb ugye a visszaküldéstől, vagy a visszaküldés igazolásától számított 2 héten belül a vállalkozásnak kötelező visszatérítenie a vásárlónak a vételárat. Az is nagyon fontos, hogy ilyen esetben ugye vannak bizonyos árukölcsönök, az elállás, tehát a magától az adásvételtől való elállás, az felbontja ezt a áruvásárlási kölcsönszerződést is, tehát azt sem kell teljesítenie a vevőnek. Na most ugye amennyiben természetes személytől vásárolunk, akkor ez a védettség nincsen meg. Gyakorlatilag a hibás teljesítésre vonatkozó általános szabályok szerint tudunk elállni, ami sokkal bizonytalanabbul szabályozott terület, sokkal több a lehetőség a vitára, a bizonyításra. Azt is tudnunk kell, ami viszont nem olyan régi jogszabályváltozás, hogy bizony ma már az egyéni vállalkozók is gazdálkodó szervezetnek minősülnek a kormányrendelet vonatkozásában. Tehát amennyiben mi szeretnénk rendelni magunknak egy műszaki cikket, és ezt valamelyik érdekeltségünkbe tartozó cégen keresztül rendeljük meg, vagy mint egyéni vállalkozó rendeljük meg, akkor bizony nem fogunk a kormányrendelet vonatkozásában a fogyasztónak minősülni, tehát akkor is elveszítjük ezeket a különleges védettségeket. Megrendeltük a terméket, általában ugye futárszolgálattal küldik ki ezek a cégek, vállalkozások ezeket a dolgokat, amiket vásároltunk. Megérkezik a futár. Kibonthatjuk-e esetlegesen azt a csomagot, amit mi rendeltük, hogy leellenőrizzük, hogy valóban sérülésmentes-e az az áru? Természetesen erre jogunk van, illetőleg ha megnézzük ezeknek a futár cégeknek a szerződéseit, illetőleg szolgáltatási szabályzatait, gyakorlatilag alá is iratják velünk, hogy hibátlan állapotba vettük át a termékeket. Ezt a gyakorlati élet ugye szinte 100%-osan cáfolja, mindenki tudja, hogy ezek a futárok nagy lehet terheltséggel dolgoznak, nincs nagyon idejük megvárni azt, hogy ott helybe kicsomagoljuk, megnézzük az összes alkatrészt, tehát nincs más választás a gyakorlati életben, mint átvenni, bár egyes esetekben, ha valaki annyira karakán egyéniség, akkor ki tudja magának ezt követelni, hogy a futár várja meg. Azonban itt fontos dolog, amit előbb mondtam, hogyha fogyasztóként rendeltük meg egy vállalkozástól, akkor ennek nagy jelentősége nincsen, mert az átvételtől számított 14 napon belül gyakorlatilag vissza tudjuk bármilyen indokkal küldeni ezt a megrendelt árut, ha hibás volt. Na most tudnunk kell, hogy létezik egy kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkeknek a kötelező jótállásáról. Ez azt jelenti, hogy a kormányrendeletben felsorolt fogyasztási cikkek
esetében az eladók egy év jótállást kötelesek vállalni a termékeikre, jogszabály erejénél fogva. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ezen időn belül jelezzük, hogy a termék hibás volt, akkor a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy ennek a hibának az oka később keletkezett, mint a teljesítés időpontja. Tehát ez egy elég komoly védettséget ad a fogyasztóknak. Itt a tartóság szempontjából általánosságban az számít, hogy a jogszabály 10.000 forintos határt húz meg, tehát minden 10.000 forinti feletti fogyasztási cikk tartós fogyasztási cikknek minősül, ilyenek a híradás technikai eszközök, a számítás technikai eszközök, konyhai kisgépek, mosógépek, tehát az, ami általánosságban mostanában az emberek vásárolnak egymásnak ajándékba, tehát ezeket nyugodtan egy éven belül, ha a hibát fedezünk fel bennük, akkor jelezhetjük, hogy ez egy hibás termék, és számíthatunk arra, hogy kicseréli, kijavítja a kereskedő, vagy árleszállítást tudunk kiharcolni, esetlegesen el is tudunk állni, hogyha olyan komoly a hiba. Karácsony körülbelül egy hónapja volt, nyilván már használjuk azokat a gépeket, amiket rendeltünk. Mi a helyzet, hogyha tényleg elromlott? Kinek kell visszaszállítani ezeket az eszközöket? Ki jön esetleg a szerviz? Mire kell odafigyelnünk? Ugye itt megint csak, hogyha tartós fogyasztási cikkekről beszélünk, a kormányrendelet szabályozza, hogy a 10 kiló fölötti termékeket, vagy az olyan termékeket, amiket bekötöttek, vagy az olyan termékeket, amiket a tömegközlekedési eszközön ugye nem lehet személyes podgyászként szállítani, ezt a üzemeltetés helyén kell megjavítani, amennyiben pedig ez nem lehetséges, akkor a kormányrendelet értelmében az eladónak, vagy a szerviz szolgáltató cégnek kell elszállítani saját költség és a javítást így kell megoldaniuk. Beszéltünk már a békéltető testületről. Mi a helyzet akkor, hogyha elromlott a termékünk, a szerviz nem éppen kedves velünk, hol tudunk megoldást találni a problémára, hogy jó gépünk legyen? Elsősorban mindig a fokozatosságot javaslom a vásárlóknak. A megyei központokkal működnek az úgynevezett békéltető testületek. Ezek olyan szakemberek vesznek ezekben részt, akik a kereskedelem és jogi jártassággal bírnak. Tulajdonképpen egy gyors tanácsadó eljárást folytatnak le az adott üggyel kapcsolatban, amiben tájékoztatják az adott ügybe érintett kereskedőt, illetve a vevőt, hogy az adott szavatossági vagy jótállási igényel kapcsolatban mi lett volna a helyes követendő eljárás. Általában mind a vállalkozók, mind a fogyasztók el szokták fogadni ennek a békéltető testületnek az iránymutatását, és ez egy tényleg egy olyan közvetítő fórum, ami segít abban, hogy közös nevezőre hozza a felek közötti nézetkülönbséget. Amennyiben ugye ez nem hoz eredményt, mert előfordulhatnak olyan esetek, hogy egyik fél sem fogadja el ezt, akkor a vásárlónak még két választása marad. Tulajdonképpen, ha úgy ítéli meg, hogy a vállalkozás a fogyasztóval szemben fontos jogokat, kötelezettséget megsértett, akkor fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhet. Jelenleg ugye a járási hivataloknál indíthat ilyen elsőfokú eljárást, illetőleg ebben az esetben hát bírósághoz fordulhat, hogyha valóban ilyen súlyú az eset. Aki esetlegesen bővebben szeretne erről tájékozódni, az hol teheti meg? A fogyasztóvédelem.kormány.hu oldalon létezik egy elég részletes információs tájékoztató honlap. Én mindenkinek tanácsolom, hogy mielőtt egy konkrét vita ügybe belevágna az ügy rendezésébe, azt tanulmányozza át, hasznos ismereteket fog ott találni. Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik.
Sok szeretettel köszöntök én is, személyesen is mindenkit. Örülök, hogy elfogadtátok, elfogadták meghívásomat, és annál is nagyobb öröm ez, hisz jó lehet, hogy nekem szól. De én semmit sosem magamnak vindikáltam, hanem annak, hogy a karcagi tűzoltóság, Karcag térségének tűzvédelme olyan állapotban van, olyan helyzetben van, olyan minőségben végzi a munkáját, hogy megérdemeljük azt, hogy ellátogassanak hozzánk önkormányzati és más vezetők. Lévai Kálmán vezetés urat, azt gondolom, hogy én akkor láttam mennyire meghatódni, amikor átadásra került a Tűzoltó Múzeum. Az volt az egyik olyan nagy megható pillanat, meg a mai. Gondolom, hogy azért az élmények és sok-sok minden kavarog most az ön fejében, de ha egy mondatban kéne megfogalmazni, mit adott önnek a karcagi tűzoltóság? Ez nehéz egy mondatban, de talán akkor lettem igazán karcagi, igazán kun, és igazán elhivatott ember. Ha ezt ennek eleget tudtam tenni, akkor nem éltem hiába. Ha még van híja, akkor még próbálok tovább élni és tovább ténykedni, de tényleg mindig azt kaptam szüleimtől, hogy keményen, harcosan eleget tenni elvárásoknak megfelelően, és így tovább, de mindig azért járjam az általam helyesnek tartott utat, és hát ezt kaptam örökül, és ennek próbáltam eleget tenni. Idősebb testvéreim vannak, és miután már szüleim nem éltek, még őtőlük mindig hallhattam ezeket a útmutató szavakat, és hát az volt, hogy úgy kell dolgozni, úgy kell létezni, úgy kell, hogy büszkék lehessenek rám. Ezt a büszkeséget én sose értettem, mert hát mi is az a büszkeség, meg egyéb, és akkor mindig úgy tiltakoztam, amikor nem egészen jó fát tettem a tűzre, hogy és akkor letoltak érte, hogy de hát, hogy végül is, hát mégiscsak, de aztán mondták, hogy nem. Annyi, úgy kell dolgozni, úgy kell élni, úgy kell létezni, úgy kell tanulni, és mindent úgy csinálni, hogy azért bátran az ember szemében nézhessek, és akkor talán nem éltünk hiába. A másik dolog az, hogy ne csak legyek, és ne csak megtegyem azt, amit olyan minimum szintet, hanem adjak valamivel többet. Tehát ha fejlődni akar a világ, akkor mindig többet kell, és többet kell valamivel tennünk, akkor is, ha fogyatkozunk, akkor is, ha kevesebben vagyunk, de akkor is, ha többen vagyunk, hogy tegyünk úgy többet, hogy előrébb lépjen a város, a lakosság, a megye, a Magyarország, mindenki. Itt egy picit teszünk, azt valahol és mindenki egy picit tesz, akkor valahol ezt az ország is megérzi. És aztán egykori polgármesteremnek köszönhetően rátaláltam még egy dologra, hogy kiderült, hogy az a nagyon cifra nevű település, az tulajdonképpen magyarul is szól. Ez volt Székelykeresztúr, és aztán mentünk még tovább, Csíkszentkirály, Bögöz, délen a ottani település, amit Bácskos útfalvának hívnak ma, és az ottani tűzoltóknak tudtunk elsősorban segíteni, különböző féle formaképpen, és azt gondolom, hogy azzal is olyat tudtunk tenni, hát amit most már többféleképpen elismertek a Székelyföldön is, és ami jól esik természetesen, ezt kár lenne tagadni. De hisz nem azért csinált az ember, mert hát nem lehet a díjakat úgy kitűzni, hogy na majd én ilyen érmet akarok, meg ez versenyen lehet, hogy az aranyérmért futok, de ilyenkor nem. És nem is azért tett az ember. Elég volt látni az embereket ott, amikor ott voltunk, és ha ránk néztek, akkor a szemükből, az arcukról tükröződött, hogy mit gondolnak rólunk, karcagiakról, itteni magyarokról, hogy megtettük-e azt, amit vártak volna tőlünk, vagy nem tették meg. Aztán megint vissza haza itt az állomány, hogy mit gondol. A dolgozó ugye mindig szidja a főnökét, szidja a parancsnokot,
elégedetlen a vezetéssel, és hát próbáltam úgy tenni, meg vezető kollégáimmal úgy tenni, hogy ne ez legyen, hogy ne az, hogy mindig szidjanak, meg ha betoppanunk valahol, akkor csend lesz, megszakad a szó, hanem nyugodtan mondják tovább, sőt, hozzánk is szóljanak. Aztán a másik, hogyha a viccnek én vagyok a szenvedő alanya, hát én vagyok a szenvedő alanya. Kivel lehet viccelni? Azt gondolom, hogy akit utálunk, azzal nem viccelünk. És így próbáltam, hogy ugyan én vagyok a parancsnok, ők a beosztottak, de tűzoltók vagyunk, és ez volt a lényeg, hogy ilyenkor együtt vagyunk, és egyébként is egyformák vagyunk, és egyébként is a parancsnok majd holnap, ha valamiért meg kell dorgálni, megdorgál, de ma viccmesélés van, akkor viccmesélés van, és akkor nevetünk. Élvezzük azt, amit megtermeltünk, amit csinálunk, örülünk annak, hogy az embereken segíteni tudtunk, és ez a lényeg a munkánknak, és hát valami ilyesminek próbáltam eleget tenni, hogy tényleg hasznos. És ne csak az legyen, hogy a városvezetés elismer valójában, vagy színleg, mert éppen már elég öreg vagyok, hogy ismerjük már el valamit, mert hát azt mondják, miért tartjuk, hogyha még elismerésünk. De nem, hanem épp az, hogy ne kelljen itt színlelni. Olvassák a fejemre, kenjék hozzám a hibáimat, és hát építeni akarunk. Hát rongyos téglából nem lehet építeni. Mondják meg, hogy az a tégla darabokból van, az sose lesz egész. Tehát hozzá rendes téglát, és én igyekeztem ebbe a képzeletbeli falba, házba rendes egész téglákat tenni. Ha ezt úgy tudtam tenni, és főleg, hogy arra is törekedtem azért, hogy lehetőleg mindenki úgy lássa. Tehát nem csak a barátom, nem csak a szomszédom, nem csak a rokonom mondja azt, hogy jó, hát ez nagyon jó, az, aki más mond, az hazudik, meg egy... Nem. Hanem igenis, akinek kritikája van, mondja el. Aztán, ha igaza van, akkor igaza van, akkor, és jogos, akkor eleget kell tenni, tehát meg kell változni. Hát sok mindennek igyekeztem megfelelni, de összességében úgy alakítani ezt a tűzoltóságot, hogy a város és a környék hasznára legyen, és a másik próbálni ezt a gondolatvilágot, ezt a szemléletet átadni az utódoknak, meg mindenkinek, de az utódoknak, az utódvezetőknek, hogy így igyekezzenek kormányozni ezt a csapatot, mert munkájukra látjuk, hogy szükség van, és azért nem mindegy, hogy mikor oltjuk el a házat, amikor romokban van, vagy amikor még csak kicsit kornos. Én azt gondolom, hogy az utódok megfogadták az ön útmutatásait. Én azt kívánom, hogy február 1-e után pedig, ahogy itt önnek is mondták a felettesei, ön is találja meg azt az elfoglaltságot, amivel még sok-sok hasznos dolgot tud a következő évtizedekben csinálni. Ehhez jó egészséget kívánunk önnek. Köszönöm szépen, és hát a hasznos szabadidő eltöltése mellett azért, ami szórakoztató, kikapcsoló és vigasztaló kell, azért szeretnék olyan hasznos is lenni még, amilyen hasznos tudok lenni már, mint nyugdíjas. Épüljön ez a város, épüljön ez a környék, szépüljön, és hát épüljünk mi emberek is ebből. Köszönöm szépen. Hoffmann Imrével beszélgetünk, hiszen sokat együtt dolgozott Hajdal Évai Kálmánnal, és azt gondolom, hogy sokan emlékeznek még az önök párosára, de milyen érzés ilyenkor visszajönni, és arra emlékezni, hogy honnan is indult az ön pályafutása? Nyilvánvaló átgondolja az ember az egész pályafutását, az övét, a sajátját az embernek, hogy mit tettünk mi, és úgy, ahogy Kálmán is mondta, mi szolgáltunk, mi a állampolgárokért dolgoztunk, dolgozunk, életeket mentettünk, és azt gondolom anyagi javakat szintén. Kálmánra jellemző, hogy a élethivatásának tekinti a tűzoltóságot, rendkívül lelkiismeretesen tette a dolgát. Én azt gondolom, hogy nagyon összefogta a csapatot, és az itt ülők, a jelenlévők bizonyítják azt, hogy egy elismert szakember, elismert a városban, elismert a környékben, elismert a járásban. A munkáját megbecsülték és megbecsülik a vezetőik is, úgy az országos vezetés is.
Én örülök annak, hogy mi együtt kezdtük, legalábbis én a tiszti pályafutásomat itt kezdtem Karszagon, és kollégák voltunk. Jóban, rosszban, nehézségekben, számos eseményben együtt vettünk részt annak leküzdésében. Számos tapasztalatot gyűjtöttünk, ebből táplálkozunk, és én azt gondolom, Karcag az én számomra is nagyon nagy mérföldkő volt a tiszti pályafutásom tekintetében, és öröm volt most találkozni azokkal az arcokkal, akikkel én együtt dolgoztam, és már nyugdíjasok, és sok ismerőst látok itt, és egy csapatot, ami nagyon fontos. Hát azt gondolom, hogy a jelenlévő fiatal tűzoltók előtt is egy példa lehet ez, ami a karcagi tűzoltóságon zajlik, hiszen vezetőként is, emberként is tudnak tőle tanulni. Igen, hát az első kérdésére is tulajdonképpen lehetett volna azt is mondani, hogy a fiatalok követhetik a példáját. A fiatalok fiataloknak példát mutatnak azok a kollégák, akik ilyen hosszú szolgált idővel a testületen belül tevékenykednek. Kell a példa a fiataloknak, és bízom benne, hogy ők is a felső korhatárral fognak nyugdíjba menni, és hasonló módon fogják őket elbúcsúztatni. Reméljük így lesz, köszönjük szépen, és őrizze meg Karcagot tovább és a szép emlékei között. Így lesz, köszönöm szépen. Lobos László polgármester úrral beszélgetünk. Azt gondolom, hogy polgármesterként is jó érzéssel hallgatta a felső vezetői, ahogy dicsérték a Lévai Kálmánt, és dicsérték azt a karcagi tűzoltóságot, amelyet ő ilyen magas szintre vitt az elmúlt évtizedekben. Hát ez természetes, nagyon-nagyon büszkék vagyunk a mindenkori karcagi tűzoltókra, katasztrófa védőkre, hiszen nagyon komoly munkát és komoly feladatokat látnak el. És most itt a nyugdíjazás okán rendezett ünnepségen jó volt a dicsérő szavakat hallani minden irányból. Természetes dolog, hogy sok jót hallhattunk, hiszen egy nagyon-nagyon gazdag életút, életpálya van Lévai Kálmán parancsnok úr mögött, és végtelenül becsülendő az a tevékenység, amit végzett. Igazi jó magyar ember, kiváló tulajdonságokkal rendelkezik. Bár többször említette, hogy ő nem igazán szerette a pedagógusi pályát, nem igazán szerette a tanítást. Én nekem mindig az volt az érzésem ennek ellenére, hogy ő mint egy jó osztályfőnök úgy gardírozva mindenkori csapatát. Nagy odafigyeléssel, a emberi tulajdonságok figyelembevételével, esetleg a jó és rossz napok de való tekintettel is, hiszen minden állományban van olyan, aki mit tudom én, bal lábbal kell fel, vagy éppen valami különösebb öröm éri. Ő ezt nagyon szépen tudta kezelni, és nagyon szépen tartotta össze a tűzoltóságot. És hát azt gondolom, karcagiként pedig nekünk volt ez jó dolog, hiszen tudtuk, hogy számíthatunk a tűzoltókra, ha baj van. Mindig számíthattunk, akármilyen gond és baj történt, legyen az tűzeset, víz probléma, valami épületnek a helyrehozatala, ezerféle dolgot tudtak megcsinálni, és tették is, hiszen még egyszer mondom, parancsnok úr kiválóan gardírozta, mozgatta ezt az együttest. Utódja Molnár László a ezredes úr lett, aki azt gondolom, hogy ugyanezt a vonalat fogja képviselni, és ugyanezt fogja a parancsnok úr Sebők János is. Remélem, hogy így lesz, és nagyon bizakodó vagyok, hogy így is lesz, hiszen mind a ketten hosszú időt töltöttek el Lévai Kálmán parancsnok úr keze alatt, és hát azokat a dolgokat, mesterfogásokat, vezetési technikákat átvehették, hiszen szükségünk van továbbra is a jól képzett tűzoltóságra, a munkájukra. Odafigyelünk továbbra is rájuk annak ellenére, hogy már most nem önkormányzati fenntartásban vannak. Minél kevesebb baj legyen, azt kívánom mindannyiunknak, hiszen azért nem jó, hogyha ők sokat kell, hogy vonuljanak, de adott esetben, ha mégis probléma van, akkor hatékonyan és hatalmasan tudjanak közbeavatkozni. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Dr. Bécsi László Dandár tábornok úrral beszélgetünk, aki nagyon szívesen emlékezett vissza az itt töltött évekre, hiszen sok-sok olyan dolgot megtanult itt, amit most már tud hasznosítani. Mi az a legelső dolog, ami Lévai Kálmán kapcsán ön eszébe jut, hiszen azért sok mindent elmondott beszédében?
Sok mindent elmondtam, de éppen most nézem ezt a festményt is, amely nagyon tetszik, nagyon szép ez a laktanya, és igazán kötődünk hozzá. Tulajdonképpen az a hagyományőrzés, amelyet most én nem említettem meg itt a beszédemben, annyi minden volt, hogy ez kicsúszott. Úgyhogy a tűzoltói hagyományok, a történeti visszatekintések, ez is tőle jött, és ezt hiszem én tovább így. Talán dicsekés vagy sem, de két könyvet is írtunk már ebből, Tűzoltó Szerkocsik Magyarországon címmel. És hát az a sok diák tűzoltó élmény, amit szintén nem lehet öntől elvenni. Így van, hát szerettük ezeket a versenyeket, örömmel mentünk. Szinte az elsők között, az első napokban már egy ilyen feladatot kaptam. Talán Szabolcs-Veresmalatra kellett mennünk egy ilyen tűzoltó versenyre a diákokkal. Szinte egy pár napos tűzoltó voltam, és már én vezettem erre, emlékszem erre az útra. És hát azóta is így vagyunk, és ezt tesszük meg. Úgyhogy egy nagy alkotói pályázatot írtunk ki a diákok részére, és hát, ahogy itt említettem, örömmel láttam, hogy a karcagiak első helyezést értek el ebben. Azért már, mert azt gondolom évtizedek óta nem Karcagon él, de azért Karcagra szívesen gondol még vissza. Természetesen, hiszen a gyökerek innen indultak, édesanyám itt él, édesapámhoz is visszajövök, már sajnos nincs köztünk, és hát a rokonaim itt vannak, itt élünk, itt éltem én is nagyon sokat. Én azt kívánom, hogy maradjon meg emlékezetében ez a Karcagon töltött jó pár év a tűzoltóságnál, és akkor találkozunk még sok alkalommal. Legyen így, én is ezt köszönöm szépen, én is ezt kívánom. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.